Tehát akkor folytatnánk a leszállópályákat, az aktőzsi leszállópályákat. Ez is részben ismétlése annak, amit a gerincvelőnél beszéltünk, hiszen ezek nagy része vagy az aktőzsben ered, vagy áthalad az aktőzsön. Úgyhogy ugyanezt az ábrát mutattam a gerincvelőnél is, hogy alapvetően két fő csoportra oszthatjuk a szomatomotoros pályákat, a piramis és az extrapiramidális pályákra. Mindegyikről lesz szó a következőkben, illetve a viszceromotorosról most nem beszélek részletesen, mert ez majd, mint tulajdonképpen vegetatív pályák, ez majd a vegetatív idegrendszer előadásban kerül részletesen elő. Tehát a leszálló pályákat megint csak a felszálló pályákhoz hasonlóan osztályozhatjuk úgy, hogy csak áthalad az agytörzsön, mint a piramis pálya, erről fogok részletesen beszélni, vagy végződik az agytörzsben, tractus corticonuclearis, corticopontin, corticorubrális pálya, illetve kezdődik az agytörzsben, ezek mind a leszálló gerincvelői extrapiramidás pályák, amikről már részletesen beszéltünk. Kezdjük mindjárt a piramis pályánál, ahogy mondtam ezt a gerincvelői előadásban is, ez egy nagyon-nagyon fontos rendszer. Nyilván maga a fő piramis pálya, ami megy a végtagokhoz, megy le a gerincvelőbe, kortikospinális pálya, az áthalad az agytörzsön értelemszerűen, illetve az a része, ami pedig az agytörzsben végződik, azt kell most részletesen megbeszélnünk, azt úgy hívjuk, hogy tractus corticonuclearis, vagy corticobulbarisnak is lehet hívni. Ez az, ami a motoros agyidegmagvakhoz megy, tehát ugyanúgy, mint a gerincvelői motoneuronok, ezek is kapnak kérgi bemenetet, és ezeket fogjuk megbeszélni, tehát melyik motoros agyidegmagvakhoz, nyilván a rágóizmokhoz, nervus trigeminus motoros magjához, facialis által beidegzett mimikai izmok, 9-10-es, tehát a nucleus ambiguus kap bemenetet a garat gégeizmokhoz, illetve a nyelvizmokat beidegző nervus hipoglossusnak a magjához is mennek rostok. Ugyanúgy, mint a gerincvelőnél láttuk, ugye felső és alsó motoneuronról beszélhetünk, tehát a motoros kérekből megy le nyilvánvalóan a motoros agyidegmagvakhoz, az a felső motoneuron, és ami a motoros agyidegmagvakból megy az izmokhoz, az pedig az alsó motoneuron. Maga a tractus corticospinalis, ami tehát lemegy a gerincvelőbe, nyilvánvalóan értelemszerűen átmegy az agytörzsön. Itt egy picit részletesebben, hogy ez hol történik. Ugye a mezenkefalonnak a pedunculus cerebri középső részén megy a piramis pálya. A híd bázisában jobban szétoszlik, szétdarabolódik a pályarendszer, majd újra összeszedődik a dúltverőnek a piramisában, ezért is hívják piramisnak, illetve piramis alakja miatt hívják piramisnak és a pályát piramis pályának. Aztán itt látható, ugye a medulla alsó részében van a kereszteződés, a dekusszáció, és dekusszáció után már két külön pályánk van, a corticospinalis lateralis, ami már keresztezett rostokat tartalmazza, illetve a corticospinalis anterior, vagy directus, ami a nem keresztezett rostokat, medulla szintjén nem keresztezett rostokat tartalmazza. Most jön az, ami igazából új a leszálló pályák agytörzsi részénél, a tractus corticonuclearis vagy corticobulbaris, ami a motoros agyidegmagvakban végződik. Nagyon-nagyon fontos, hogy a legtöbb agyideg mag kétoldali beidegzést kap, tehát a legtöbb motoros agyideg mag. Ennek valószínűleg olyan evolúciós értelme van, hogy a fejé izmokat majdnem, hogy jobban bebiztosítja a természet, de, és ezt kell nagyon megjegyezni, hogy mik azok a kivételek, amik csak egy oldali beidegzést kapnak. Ezek közül a legfontosabb a facialis alsó, facialis által beidegzett alsó mimikaizmok, illetve a hipoglossus által beidegzett musculus genioglossus, és a harmadik pedig a vagus által beidegzett musculus
uvulé, ugye annak inkább diagnosztikus jelentősége van, maga az izom nagyon picike. Itt lehet látni, hogy mit értünk azon, hogy csak egy oldali beidegzést kap, tehát mint a legtöbb gerincvelői motoneuron, csak ellenoldali beidegzést kap. Viszont itt látjuk, hogy az agytörzsnél ez megváltozik, hiszen elindul a leszálló pálya, és mind a két oldalra eljut, értelemszerűen másik oldalról ugyanez, tehát például a rágóizmok esetében látjuk, hogy mind a két oldalról kap beidegzést egy mag. Tehát nyilván akkor a pálya kiesése nem okoz izombénulást, ennek ez az értelme. Centrális és perifériás léziót ugyanúgy megkülönböztetünk, mint a gerincvelőnél. Centrális az, ami a leszálló pályát érinti, úgy is hívjuk, hogy szupranukleáris. Perifériás pedig, ami a magban, illetve a maga az ideg sérülése okoz. Nézzük a faciális beidegzésénél, hogy ez hogy nyilvánul meg. Ez az, amit kérdezünk is, tehát ezt tudni kell, a centrális és perifériás faciális bénulás közötti különbséget. Tehát látjuk, hogy itt van a faciális mag, és magában a magban is van egy szomatotópiás elrendezés, tehát máshol lokalizálódnak azok az idegek, idegsejt testek, amik az egyes izmokat idegzik be, feljebb a felső, lejjebb pedig az alsó izmokat beidegző idegek. Tehát, hogyha kivetítjük egy arcra, ugye a homlok, szem, száj körüli izmok, látjuk, hogy a szem és homlok körüli izmok két oldali beidegzést kapnak, zölden jelölve, míg a száj körüli izmok és az alsó szemhéj csak egy oldali beidegzést, ellenoldali beidegzést kap. Miért fontos ez? Centrális bénulás egyik lehetséges helye, ugye a kapszula interna, hogyha ott van egy lézió, akkor nyilván a száj körüli izmok csak onnan kapnak beidegzést, tehát azok megbénulnak. Viszont a két oldali beidegzést kapó homlok körüli izmok és szem körüli izmok nem fognak megbénulni, mert kapnak az azonos oldalról is beidegzést. Perifériás lézió esetén, tehát például, hogyha az egész mag vagy a teljes ideg megsérül, akkor nyilván értelemszerűen azon az oldalon minden izmot érint ez a lézió. Itt lehet látni további képeket erről, tehát még egyszer, centrális bénulás esetén csak a száj körüli izmok bénulnak az ellenoldalon, perifériás bénulás esetén viszont minden kiesik, és itt hozzá kell, ezt most még nem tanulták, de hozzá kell venni a többi faciális funkciót is, ami ugyancsak megsérül egy perifériás bénulás esetén, tehát egyrészt minden izom megbénul ugyanazon az oldalon, másrészt ezt már tanulták, a kortatimpani ízérző funkcióval rendelkezik, tehát az is kiesik, nyilván egy oldalon a nyelv előső kétharmadán, de ez egy feltűnő funkcióvesztés, tehát akinek faciális bénulása van, nagyon sokszor az ízérzés zavarával kezdődik, hiszen ezek vékony, mielinizált rostok szemben a motoneuronokkal, amik nyilván vastag mielinhívesek, tehát nagyon gyakran az első tünet egy lézió esetén az ízérzés zavara. Aztán ezt még nem tanulták, de épp végére tudni kell, hogy a muscus tapédiust is a faciális idegzi be, annak a kiesése esetén pedig túl érzékeny lesz az ember a hangokra, hiszen ez egy védő izom, belső fület védi az erős hangok ellen, ezt úgy hívjuk, hogy hiperakúzis, és a harmadik pedig nervus petrosus major kiesése miatt a könny elválasztás is csökkenni fog. A kettő együtt, tehát az, hogy az illető nem tudja becsukni a szemét, és a könny elválasztás csökken, ez nagyon könnyen szemszárassághoz vezethet. Ezt mindjárt mutatok is képeket, tehát még egyszer. A centrális esetén ellenoldali, de megkimérednek a szemkörülizmok, ami azt jelenti, hogy muscus orbicularis oculi az illető be tudja csukni a szemét. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hiszen perifériás bénulás esetén pontosan ezt nem tudja, tehát ahol a nyilak vannak, nem tudja becsukni a szemét,
És ez plusz a könyvtermelés kiesése bizony szemszárassághoz vezetett, vagy le kell tapasztalni a szemet. Tehát ez egy nagyon fontos funkció. Következő a vágusz, amit említettem, hogy a muszkusz uvulés csak egyoldali beidegzést kap. Ugye ennek nagyon fontos diagnosztikus szerepe lehet, annyira funkcionális kiesés nem lesz, viszont látható, hogy ezen a képen is az uvula az ék oldal felé húzódik, tehát mindenképpen egy aszimmetrikus szájpad lesz. És a harmadik pedig, ami ugyancsak egyoldali beidegzést kap, a hipoglosszusz által beidegzett muszkusz genioglosszusz, és ebben az esetben is aszimmetriát figyelhetünk meg nyelv kiöltése esetén. A végén pedig az agytőzsdi reflexekről beszélünk. Monoszinaptikus reflex, ugyanúgy, mint a gerincvelői reflexnek tanultuk, ez gyakorlatilag a proprioceptív reflex, ami itt a masszéter reflex példáján mutatom meg, és ez az, amit vizsgálnak is a klinikumban, a masszéter reflexet, úgyhogy ezt mindenképpen részletesen tudni kell, ugyanúgy, mint a gerincvelőnél, az öt részét egy reflexnek, tehát mi a receptor, az afferens szár, központi kapcsolókészülék, efferens szár és effektor. Akkor nézzük ezeket, tehát nyilván a receptor az a masszéterben lévő izomorsok, aztán az afferens az a nervus trigeminusnak nyilván a mandibuláris ága, illetve nervus masseterikus, nukleus mezenkefalikus nervi trigeminében ül az ideg sejt testje, ami pseudounipoláris, tehát ez az afferens szár, ez a perifériás nyúlványa ennek az idegnek, és a centrális nyúlványa pedig a hídban lévő trigeminus motoros maghoz megy, és ezzel tulajdonképpen záródik a reflex, hiszen egy szinapszis, monoszinaptikus reflex révén egy szinapszis van, és a motoros trigeminus motoros magból kilépő efferens szár pedig megy vissza az izomhoz, és ezzel záródik a reflex. Ez a masszéter reflex, ez az egyetlen ismert monoszinaptikus reflex az agytőzsben. Az összes többi reflexről már beszéltünk a formáció reticularisnál, hiszen ezek poliszinaptikus, különböző vegetatív reflexek, nyelés, hányás, légzési, kardiovaszkuláris reflexek, ezekről mind beszéltünk az előző előadásban. Illetve vannak faciális reflexek is, amik például a szem zárással kapcsolatos, amit az előbb is említettem, tehát a kornea reflexnél, ugye a kornát megérintve, ezt mindenki ismeri, szemébe belemegy valami, automatikusan zárja, csukja a szemét. Tehát az afferens nyilván egy érzőideg, a nervus trigeminusnak az oftalmikus ága, és az efferens pedig a facialis muscus orbicularis oculi. Ugyanígy van erős fényre is szemcsukás, és ezt megint ismeri mindenki saját példájából, vagy saját tapasztalatából. Tehát itt az afferens az a fény, nervus opticus, és az efferens szár pedig a nervus facialishoz megy, és a motoros magjához, amire egy muscus orbicularis oculi, vagy a pars palpebralis, ami egy enyhe szemcsukást eredményez, vagy hogyha nagyon erős a fény, akkor nagyon erősen bunyolunk, ez a pars orbitalis is részt vesz ebben. A legvégén szeretnék még néhány klinikai példát mutatni. Ezeket ideírtam most, hogy nem kell a vizsgára tudni, a faciális bérulás az egyetlen, amit részletesen kell tudni. Ezeket csak azért mutatom, hogy lássák, hogy később ezeknek az agytörzsi magoknak, pályáknak fontos szerepe van például a neurológiában, mediális medulla sérülésnél tudnunk kell, hogy mik vannak a medulla mediális oldalán, és ezeknek a sérülése milyen tüneteket okoz, vagy a laterális medulla szindróma, ami az arteria cerebellaris posterior inferior elzárulása esetén, ott is mennyi minden van a medulla laterális oldalán, és azoknak a sérülésével milyen tünetek keletkezhetnek. Vagy a Logdin szindróma, ami az egyik legszörnyűbb dolog szerintem, ami történhet valakivel. Itt is ugye ezeket a pályákat már megtanulva, ugyanezt az ábrát mutattam korábban, ugye a hídban
teljesen szétszórva mennek, de a bázisák, a piramis pálya rostjai, az érzőpályák pedig nem ugyanott helyezkednek el, tehát előfordulhat olyan sérülés, hogy kiesik az összes motoros funkció, de megmaradnak az érző funkciók. Hogyha ez a hídban történik, akkor lehet, hogy csak a mezenkefalomban lévő okulomotorius és trochlearis marad épp, és ezzel gyakorlatilag mindent érez a beteg, de semmit nem tud mozgatni, csak a szemét tudja mozgatni, ugye okulomotorius és trochlearis-szal. Ezért hívják locked-in szindrómának, mert olyan, mint a be lenne zárva a saját testébe. És az utolsó pedig az amiotrófiás laterál szklerózis, ami már az említett agytörzsi motoros magokat is érinti, tehát nem csak a gerincfelől, hanem az agytörzsben is az összes motoros magot érintheti. Úgyhogy ezzel szeretném befejezni, köszönöm a figyelmet!